A jövő évi díjak. Hát ugye az előrejelzések szerint az éves infláció Magyarországon 2011-ben 4,7, de inkább 4,8% körül várható. Jó hír az, hogy a halomvíznek a jövő évre tervezett díjmódosítása nem éri el a 4%-ot nettó értéken, ez 3,88%-ra fog kijönni. A közgyűlés ezt a módosítást fogadta el. 190 forint per köbméter plusz áfa ivóvízdíjat fogadott el. Ugyanez az ár érvényes az intézményi, önkormányzati intézmények esetében is, 190 forint per köbméterről beszélünk, míg a közületi, a gazdálkodó szervezeti szektorban 225 forint per köbméter plusz a fogyasztási adó lesz a vízdíjnak a mértéke. Mint ismeretes a halomvíznél a vízdíj az két tényezős, áll egy alapdíjból és áll egy fogyasztástól függő díjból. Az alapdíj a 13 mm átmérőjű lakossági vízmérőre vetítve 260 forintról 270 forint plusz áfára fog növekedni. A Szentgyis csatorna használat díja 2012. január 1-től a lakossági körben 394 forint per köbméter plusz áfára módosul. Ugyanez a díj lesz érvényes az önkormányzati intézmények esetében is, míg a közületi díj 460 forint per köbméter plusz az általános forgalmi adó értéket fog képviselni.